az élesszemű látogatók már felfedezik a Nyíregyházi Állatpark Viktória házában a néhány hetes császárbajszú tamarin ikreket, habár még meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben, csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak, elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi Állatparkban a két apróság világra jöttével 6 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. A mindössze néhány hetes apróságokat már a látogatók is megtekinthetik, és az ikrek leginkább anyjuk hátán tartózkodnak, ám mivel már a születésükkor testsúlyuk negyede volt anyjukénak, éppen ezért nagyon sokszor tehermentesíti a csapat az anyát, és átveszi a kicsik hordozását is. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek, a hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajuszvég felfelé áll, csak úgy, mint a német császári. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmos majomféléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőjének tartották és kiméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be őket kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket.